Spiridov Attila. Jó, ez nagyon rossz. Ez is nem rosszabb. Miért büntetem én ezzel magamat? Még az egész torkom. Fú, de rosszul lettem tőle. Sziasztok! Ez itt a PS háttérkövé, ahol nem csak csípős érzéssel a számon távozhatunk, hanem megismertünk egy újabb PS csapattagot. A mai vendégem Mondi Andrea, marketingvezető és a közvetlen felettesem, a jóga szerelmese és egy jövőbeli szívtipró édesanyja. Igen. Mivel Andi vegán, ezért a csirkefalatokat vegán negászra cseréltük, úgyhogy ez nekem egy új terep, de illatokban jó volt. Szia, Andi! Szia, Ricsi! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Amit sokat szoktam itt lenni, mert itthon vagyunk, és ezt nálunk forgatjuk. Úgyhogy egy kicsit furcsa is, hogy ilyen normálisan fel vagyok öltözve a saját konyhámba, mert általában nem így szoktam kinézni itt. Igen, pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy milyen a kamera másik oldalán lenni. Izgi. Én nem is gondoltam, hogy ennyire fogok izgulni, de remélem majd ezek a csípős falatok, amiket jól megszórtál csípős szósszal, majd elveszik a fókuszt arról, hogy izgulok. Hogy állsz egyébként a csípőssel? Nem jól. Nem jól? Kifejezetten a csilivel nem jól. A wasabit azt szeretem, de az ilyen csilis csípős tipp, az ilyen forró csípőset azt nem annyira. Hát akkor szerintem, mivel azt beszéltük, hogy kevés volt a sírás az utóbbi részekben, ezért én alaposan megöntöztem most ezeket a falatokat, úgyhogy remélem, hogy füstölni fog a fülünk is. Hát számíthatsz a szenvedésre. De azért bemelegítésként az első falattal szerintem barátkozzunk meg, az nem szokott általában problémát okozni. Jó. Ez valóban nem. Hát ezt még finom is. Én mondtam. Nemrég egy TikTok videóban meséltél arról, hogy te már 18 évvel ezelőtt is itt voltál a PS-nél. Akkor még bérszámfejtőként. Mi vezetett a mostani karriered felé? Hát igen, most már én is kezdek jó öreg lenni. De valóban 18 éve kezdtem el dolgozni, és a PS volt az első munkahelyem. Akkor ez diák munka volt. A diák szervezet, ahol regisztrálva voltam. Diák munkásokat keresett könyvelő irodába, borítékolásra, meg fénymásolásra, meg adminisztrációra, meg adatrögzítésre, és akkor fogalmam sem volt róla, hogy mi az, hogy bérszámfejtés. Tehát maga ez a fogalom, amikor így kimondták nekem a telefonban, hogy bérszámfejtő gyakornoknak kellene menni. Mondtam, hogy jó, oké, persze, nyilván kellett a pénzsuli mellett, de nem tudtam, hogy mit kell csinálni. És akkor, hát amikor oda kerültem, akkor nyilván szembesültem vele, megtudtam. Egyébként én lelkes voltam, és lelkesen végeztem a munkámat mindvégig, amíg ebben a munkakörben voltam. De mellette tanultam, és marketing kommunikációt tanultam, illetve később PR szakirányon végeztem. Úgyhogy az eredeti terv az volt, hogy majd ezen a pályán helyezkedek el. Hogy mi vitte felé, az igazából szerintem valamikor tinédzser koromban, vagy gyerekkoromban már eldőlhetett, mert eléggé szerettem kreatív dolgokkal foglalkozni, nagyon sokat rajzoltam, nagyagoztam, képregényeket rajzoltam, nem tudom, hogyha el akartam magam foglalni, újságcímlapot rajzoltam. Wow. Headline-t írtam újságcikkhez, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen, még ilyen gyerekes szinten, hogy iskolai újságcímlap volt, uh-huh. És akkor azt próbáltam meg kitalálni. Ez lehet, hogy onnan jön, hogy apukám festőművész, nagyon sokat láttam őt festeni, és segített nekem is sokat a festésben, rengeteg festékkel látott el. Nagyon komoly festékfelszerelésem volt gyerekkoromban, egészen elképesztően komoly dolgokkal gyakorolgattam, úgyhogy szerintem ez így gyerekkoromból indul a kreativitás kiélése iránti igény, és valahogy amikor arra került a sor, hogy felsőoktatásba jelentkezzek,
sorsszerűen nem jött össze az, ami, az, amire eredetileg jelentkeztem, az politológia volt. Most már nagyon örülök, hogy nem vagyok azon a területen, mert abszolút nem tudnám benne jól érezni magam. És akkor a marketing kommunikáció felé vettem az irányt, és nagyon szeretem. Ezt látjuk. Andi, a következőt szerintem szintén szeretni fogod. Igen? Igen. Ez is finom lesz? Igen. Tudod, ez a kedvencem. Tényleg? Hát ez ilyen... Fú. Ez savanykásom. Savanykás. Vagy először savanykás, aztán keserű. Milyen íze van? Nem, ez nem finom. Ez a kedvenced tényleg? Igen. Ez egy tök jó zöld fűszer. Egy ízlésed. Vagy lehet, hogy te már máshogy érzed, már most nem, tudod. Nem szeretem. Nem jó. Azért nyilván mi elég sokat beszélgettünk az utóbbi pár évben, és beszéltük arra is, hogy te nem csak itt dolgoztál azért, mikor hát, úgymond elkezdtél a marketinggel komolyban foglalkozni. Merre vitt itt az utad, vagy igazából az, ami fontos, hogy miért tértél vissza, mi az, ami hiányzott? Hát ez egy érdekes dolog, amikor már 4 éve dolgoztam a payroll területen, és kezdett alakulni a karrierem, akkor át kellett gondolnom, hogy most én tényleg ezzel szeretnék hosszú távon foglalkozni, vagy ki szeretném magam próbálni abban, amit tanulok, és ez nagyon vonzott akkor. Nagyon érdekes dolgokat tanultam róla, a szakdolgozatomat is egy vállalatnak a kommunikációs stratégiájáról írtam, és iszonyatosan tetszett az, amivel akkor ott az a vállalat foglalkozott, amiket megvalósítottak. Úgyhogy ilyen ellenállhatatlan vonzalom volt bennem az iránt, hogy kipróbáljam a gyakorlatban is magam, és adódott egy lehetőség. Egy akkori barátnőm segített abban, hogy el tudjak helyezkedni marketinges területen, és nem tudtam ezt visszautasítani. Úgyhogy elmentem, kipróbáltam magam, jó pár évig ezen a területen máshol dolgoztam, és rengeteg mindent tanultam. De hogy mi vonzott vissza, az a Process Solutions-nak az egyedisége, tulajdonképpen a személyisége a vállalatnak, az, hogy nagyon emberi. Uh-huh. Az, hogy a közvetlen vezetőket bármikor elérheted. Nincs egy ilyen személyi kultusz igazából senki körül, hogy nem mersz oda menni, nem mersz kérdezni, 6-szor meg kell gondolni, hogy mit írjak, mit mondjak, egyáltalán felhívjam, milyenek nincsenek, és ezzel én soha nem is találkoztam, pedig tényleg gyakornokként kezdtem itt, és mindig nyitva állt a tulajdonos szobája, bármikor, bármivel bemehettem Jánoshoz. És ezt nem tapasztaltam máshol, nagyon hiányzott, és mindig nagyon vágytam arra, hogy ugyanitt dolgozhassak, hogy visszatérhessek, de elég sokáig nem volt erre lehetőség, nem volt ilyen pozíció a vállalatnál. Uh-huh. Aztán úgy alakult, hogy mégiscsak lett, és mégiscsak sikerült, de ma már úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ki tudjak teljesedni egyébként, nem feltétlenül lett volna szükséges nekem elmennem a PS-től, mert pont addigra, mire egyébként én szakmailag beértem, és megérett bennem az a gondolat is, hogy nagyon szeretnék ebben az emberi környezetben dolgozni, és visszajönni a PS-hez, pont addigra úgy alakult a PS-nél is rengeteg stratégiai célkitűzés, amihez olyan akciókat rendeltek, amik kapcsolódtak marketing kommunikációhoz. Uh-huh. Úgyhogy ha itt maradtam volna, ez most egy mi lett volna, ha dolog egyébként, sokszor gondolok erre, ha itt maradtam volna, valószínűleg akkor is lett volna lehetőségem abban az idő pillanatban ugyanezzel foglalkozni, és mondjuk megkíméltem volna magam néhány viszontagságtól az elmúlt években. Ez egy tanulság számomra olyan szempontból, hogy a kitartás és a hosszú távon gondolkodás az mindig előrébb való, és most már úgy a mostani fejemmel,
20 évesen más döntést hoznék. Igen. Hát biztos, hogy sokan vagyunk így ezzel, de a mostani fejemmel, ha 20 évesen másképp döntök, akkor meg lehet, hogy bántam volna, szóval ez egy ilyen... Az ember a végén mindig oda lyukad ki, hogy úgy van jó minden, ahogy van. Igen. Van még olyan sztorid esetleg, ami egyben jól össze tudja foglalni, miért is ilyen emberséges a PS? Hát ez egy személyes sztori, rengeteg hétköznapi történet van azóta, ahol ezzel szembesülök, ahol ezt látom a mindennapokban, de az én személyes történetem az kicsit messzebbről indul, megpróbálom röviden összefoglalni. Én nem Magyarországon születtem, határon túli magyar vagyok, és amikor én Magyarországra átjöttem tanulás céljából, akkor nem volt annyira egyszerű tartósan Magyarországon maradni, tehát ilyen tartózkodási engedélyt lehetett igényelni, ami egy évre szólt, vagy rövidebb távra. Ha hosszabb távra szerettél volna tartózkodási engedélyt kérni, akkor az már letelepedési engedélynek hívták, ahhoz tartós munkahely kellett, bejelentett munkahely. Ez egy diákként ez borzasztó volt, igen, tehát nagyon-nagyon nehéz volt. És hiába én ugyanolyan magyar anyanyelvű ember vagyok, mint bárki, aki itt született, akkor a körülmények nagyon megnehezítették azt, hogy tartósan itt tudjak lenni. És amikor a PS-nél elkezdtem dolgozni, akkor nekem a Babos János, az egyik tulajdonos, mindenben segített abban, és nem én voltam egyedül ezzel, hanem volt még a vállalatnál ilyen munkatárs, ahogy nekem megadják ezt a tartózkodási engedélyt, és minden olyan adminisztrációban támogatott, ami ehhez szükséges volt. Úgyhogy én óriási hálával tartozom neki ezért, meg még nagyon sok mindenért egyébként, de ez volt az én személyes sztorim. Hát igen, azért látszik Jánosnak a lelkisége, vagy az a hozzáállása a céghez, meg az emberekhez, a vállalatnak a millióén is. Igen. A következő feladaton nem tudom, hogy fog-e látszódni, mert ez egy édesebb víz, de hát nem lesz olyan fagyar. De erősebb? Hát egy kicsit erősebb. Jaj, ez tényleg mindig olyan, ezt nem hittem el, hogy utólag üt be, amikor a többiekkel forgattad. Ezt lenyeled, ezt a falatot, és utána nagyon rossz. Jaj, bocsánat. Szerintem, ahogy veszel rá levegőt, én nem tudom. Lélegzel, vagy beszélsz egy kicsit. Hogy lehet ezt szeretni? Gondolj bele, ez még csak az eleje. Igen. Vizáló szempillafestéket kellett volna használni. Újabb érv, hogy miért nem sminkelek, látod? Pár évvel ezelőtt csatlakoztam egy jogaórádra az irodában. Akkoriban tartottál bent ilyen kis jogaórákat, de hát azóta rengeteget tanultál erről a témáról, jogaszichológiáról és társairól. Hogyan került az életedbe ez a vonal? Hát az, hogy rengeteget tanultam, az túlzás. Rengeteget kéne tanulnom róla. A jóga az úgy került az életembe, hogy soha semmilyen mozgásformát nem végeztem normális rendszerességgel. Tehát egy ilyen teljesen minden tesi óráról felmentett ember vagyok, és táncóráról elküldött ember, mert olyan testmozgás kultúrám van, ami kritikán aluli. Viszont valamiért ez is szintén egészen fiatal koromtól egy ilyen érdekes vonzalom a jóga iránt. Azt gondoltam, hogy majd ha idősebb leszek, én biztos jógázni fogok, és nagyon tetszett az, hogy vannak emberek, akik jogáznak, meditálnak, fejen állnak, és milyen fittek és kiegyensúlyozottak ettől. Úgyhogy a fizikai része az mint a jogának a fizikai gyakorlással kapcsolatos része, az egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog, egyszerűen tetszett és vonzódtam iránta. A filozófia, a jóga lelki gyakorlatának része pedig
az akkor jött be, amikor már elkezdtem jogásztanákat gyakorolni, megjártam jogatanárhoz, jogaiskolába, és amikor kiderült, hogy a jóga az ennyire teljes, hogy nem csak a testmozgásról, meg a meditációról, meg a lelki kiegyensúlyozottságról szól, hanem tulajdonképpen a középpontja Isten és az Istennel való kapcsolatunk fejlesztése, akkor egyértelmű volt, hogy én ezt az utat ezt nagyon mélyen megszeretném, amennyire csak képes vagyok rá a lehető legmélyebben megismerni, és elkezdtem tanulni. Sajnos most szüneteltetem ezeket a tanulmányaimat, de eltökélt szándékom, hogy még ebben az életemben Vaisnava teológus legyek, úgyhogy ez még ott van a listán. Egyébként ezen hol találkoztam, mert hogy 20 évvel ezelőtt ez nem volt ekkora trend, mint ma? Nem tudom. Az, hogy először hol találkoztam vele, azt arról fogalmam nincsen. Lehet, hogy tévében láttam, hogy valaki jogázott és fejen állt, de biztos, hogy valamilyen idősebb ember volt, mert hogy fiatalok ezt annyira akkor nem üzték. Az ember akkor kezd el jogával foglalkozni, mert itt is fáj, meg ott is fáj. Nekem is így indult, aztán, hogy itt is fájt, ott is fájt. Kiderült, hogy működik, meg aztán az is kiderült, hogy ez az itt is fáj, ott is fáj, ez nem csak fizikai fájdalom, hanem az azért mélyebbről fakad. Hát nem annyira mély fájdalmat, de fog okozni a következő is. A mondja úristen itt. Meg jó? Azt kell, hogy mondjam, szerintem ezeknek az íze megfakult. Lehet, hogy lejárt. Még jó. Még egy kicsit jó. De már nem olyan intenzív. Nem, ez se volt finom, Ricsi. Ne haragudjál, de ez... Ezen Tibi mennyit szentségelt? Ezen? Uh-huh. Igen? Igen. Azt mondom, szerintem erősebb volt egy kicsit, amikor bontottuk nyilván. Jó, hát akkor most le kell cserélni már a szettet majd. Bizony. Na, ez szerintem kapcsolódik is fog ez a mély sóhajhoz. Maradjunk akkor egy kicsit a jogánál még. Hogyan kapcsolódik ez mondjuk a munkavilágával, mindennapi életeddel, hogy tudod alkalmazni esetleg olyan technikákat, vagy szemléletmódot? Hát ugye az elmekontroll, hogy ne hagyjam kibillenni magam a középpontból, az nagyon fontos, hát egy ilyen azért kibillent eléggé. Van egy nagyon jó praktika az ilyen esetekre. Vannak hűtőlégzések, amik nem csak a testedet tudják lehűteni. És ezt csak most mondod? Ezt csak most mondom. De ha például az elméd is felhevült állapotban van, mondjuk ideg állapotban vagy, akkor azt is le tudod hűteni egy ilyen jó kis gyakorlattal, ami úgy néz ki, nagyon vicces. Na. Sítali légzésnek hívják, olyan keresztezett lábú ülésbe kellene ülni, meg no, de most akkor ettől eltekintünk. Csinálsz a nyelvedből, alakítasz egy ilyen kis csövecskét. És ezen keresztül szívod be a levegőt mélyen, és aztán óron keresztül fogunk kilélegezni, és ezt normális esetben minél többször elismétled, annál nagyobb a hatása. Ennek a konszolidáltabb verziója az, hogy a fogaid között lévő résen keresztül szívod be a levegőt, mint amikor meglátod az új iPhone árát. És akkor azt mondod, hogy... És akkor orron keresztül fújod ki. De érzed, hogy van hűtőhatása, nem? Igen. Mondjuk még nem tudom, hogy egy meeting közben melyiket alkalmaztál. Meeting közben lehet, hogy elég furán nézni. Ez egy ilyen gyakorlati praktika. Aztán nyilván van egy csomó olyan dolog, amit a mindennapokban alkalmazok, ami már a filozófiai része. A szolgálatkészség, és az alázat, és még nagyon sok olyan dolog, ami a jóga szabályozó elvei között ott van. Akkor ez igazából olyan szinten is azért egybe tud vágni a szakmánkkal, hogy általában ez ugye másoknak a megrendelésére dolgozunk kvázi, és ki kell szolgálni azokat az igényeket. Nem mindig feltétlenül olyanokkal, amikkel mi első körben
jól vagyunk, de rugalmasnak kell lennünk megtartani a belső békénket, vagy hogy van ez? Hát igen, mégis mi egy szolgáltatásokkal foglalkozott, tehát mi szolgáltatásokból élünk, és nekünk a back office-on is ezt a hozzáállást kell magunkban erősíteni, hogy a szolgáltatás az nem rólunk szól, hanem azokról, akiknek nyújtjuk ezt, és a belső célcsoportjainkat szem előtt tartva kell ezt a szolgáltatást végeznünk. És ez a szolgáltatás az egyébként angolul sokkal jobban hangzik, mint magyarul. Tehát ez nem a rabszolgaságról szól, meg a szolgáltatás ez nem egy ilyen alsóbrendű dolog. Maga a szolgálat, hogyha valakit szolgálsz, annak azért van egy nagyon magas szintű jelentése, mert tulajdonképpen önzetlenül szolgálni csak azokat tudod, akik iránt szeretetet érzel. Tehát egy pillanatig sem fordul meg az emberek fejében az, hogy nehogy már ne szolgáljam ki a gyerekemet, vagy a férjemet, vagy a valakit, amikor beteg, vagy szüksége van rá, mert a természetünkből adódik, hogy segíteni szeretnénk, és szeretetet adni. De amikor már mondjuk a munkavilágába ez bejön, és ezt a hozzáállást kellene gyakorolni, akkor van olyan, hogy zavarba jövünk, és bekapcsol a hamis egó, és akkor hú, hát nehogy már, pedig nem lenne szabad különbséget tenni egyébként. Ennyi adás után megismertetted velem ezt a hűtőlézést, akkor menjünk egyet tovább, hát volt már a gyakorlati hasznát is fogjuk venni. Ez melyik? Ez a szarvasos. Szarvasos, ez finom. Egyébként esküszöm, most finomabb, mint régen. Ez tök finom. Látod, ez mint a jó bor. Igen. Könnyű szósz, hogy egy könnyű kérdés jön. Ha egy könyvet ajánlhatnál mondjuk bárkinek, mondjuk akár nekem, mi az lenne? Mi lenne az egy könyvet? Azt mondaná, hogy na ezt Ricsi, olvasd el. Hát igen. Nagyon szeret az ember olvasni, csak ugye kevés ideje van rá. Úgyhogy én is mindig eltökélem, hogy egy hónap alatt hány könyvet fogok elolvasni. Abból mondjuk összejön egy fél, vagy egy. Aztán inkább csak hallgatom, és nagyon szeretek est könyveket hallgatni. Ha egyetlen egy könyvet ajánlhatnék, az a Bhagavad Gita lenne. Az a világ 10 legolvasottabb könyvei között szerepel. És a Bhagavad Gita az egy eléggé vastag mű, de aminek a része tulajdonképpen az a Mahábhárata, az egy indiai történelmi eposz, és ennek egy ilyen kvázi mondjuk középső része ez a Bhagavad Gita, ami nagyon hasznos életvezetési tanácsokat tud adni az embernek ahhoz, hogy teljesebb és boldogabb életet éljen. Uh-huh. Úgyhogy szerintem mindenkinek tudna segíteni, aki elolvassa, én nagyon sokat forgatom, és hallgatom is, mert online a YouTube-on is meg lehet hallgatni, van úgy, hogy úgy alszom el, hogy a Bhagavad Gita-t hallgatom. Rengeteg hasznos tanácsot tartom, az például az elmekontrollról is, vagy a karmáról. A karmáról egy egész fejezet szól. Az közelebb áll hozzá, mint ez az isteni vonal. Az úgy valahogy nem jót cselekszek, és valószínűleg bevonzom a jót, és nem ártok mondjuk senkinek lehetőség szerint, akkor azzal úgy tudok együtt élni. Na, hát akkor majd adok neked egy példányt, mert nekem itthon több is van, és akkor ezt a karma részt el tudod belőle olvasni. Na, jól van. Jól van. Hát most nem biztos, hogy örülni fog a karmám. Most nem tudom, mit tettünk tulajdonképpen, hogy ezt érdemeljük, de... Ezt sose érdemeljük, ezt a falatot, és látod tudatalat, mikor töltöttem, akkor kimaradt nekem ez. Annyira. Szerintem ez ilyen tudatalatti reflex volt, hogy ezt nem szabad kitölteni. Annyira nem szereted. Ez a nem finom, ugye? Mm. Nagyon rossz. Jaj! Fú! Na, hogy van az a hűtő légzés, Andi? Szívd a fogad! Én az a baj, hogy kilégzésnél érzem jobban ezt a sípős érzést. Júj, ez nagyon rossz, Micsi!
Sárga mi? Sárga vihar. Fű. Jaj. Látod, az egyből, amiből nem kellett volna többet rakni, abból is többet raktál. Ettől mindenki ki van, nem? Még az egész szám, meg az összes fogínyem, meg mindenem. Hát... Az utóbbi években azért nem voltak annyira olyan nyugodt időszakok, sok változás, sok nehéz pillanatot éltünk meg, és ennek kapcsán, ugye a változás menedzsment kapcsán volt egy podcastunk, amiben te is szerepeltél, és így a jóga filozófia oldaláról próbáltad ezt ugye taglalni. Most talán, hogy kicsit nyugisabb az időszak, mondjuk úgy, mi az, amit szeretnél nyugi PS-nél elérni? Hát nem is ilyen elérési dolgok mozgatják a fantáziámat, hanem inkább az, hogy mi az, amit szeretnék még átélni a PS-nél, és mi az, amit szeretnék megélni. És én iszonyatosan büszke vagyok arra, hogy Magyarország piacvezető cégének a marketingese lehetek, hogy ebben a szektorban tényleg mi vagyunk a legnagyobbak. És én szeretném azt, hogyha ez a kiválóság és a nagyság nem csak Magyarországon tudna ilyen tartósan megmutatkozni és jelen lenni, hanem mondjuk megélni azt is, hogy a régióban meghatározó szerepet töltünk be. De ez abszolút ambicionál engem abban, hogy a legjobban végezzem a munkámat, és ezen célok mentén végezzem a munkámat. Volt a régióban több törekvésünk is, de nem olyan könnyű áthidalni ezt a... hogy a biznisz is úgy pörögjön, az emberi kapcsolódások is meglegyenek, és tudjunk jól közösen együtt dolgozni. Igen, de szerintem nagyon rugalmasak vagyunk. Tehát az, ahogyan az elmúlt években a különböző gazdasági helyzetekre reagált a PS, az iszonyú rugalmasság volt, ez tanúbizonyságot. Tehát az, hogy szinte fél éves távlatokban kellett újra definiálni magunkat, tehát a célokat, a programokat, az akciókat, hogy mikor mit csináljunk ahhoz, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki a krízis helyzetekből, vagy a kritikus helyzetekből. Ez a rugalmasság egyébként egyedülálló, és az ügyfelek is tulajdonképpen nagyon sok minden között ezt értékelik bennünk a legjobban, hogy rugalmasak vagyunk. Úgyhogy szerintem abszolút képesek vagyunk rá, hogy... Rajta leszünk. Rajta. Következőn is legyünk rajta, a következő fanatom. Már csak négy van. Már csak négy van, bizony itt szokott erősödni a dolog, de ez a sárga viharhoz képest van, aki visszalépésnek szokta tekinteni ezt. Hát... Nem csodálom, mert igen. Szurkolok. De figyelj, semmi. Ebből még... Nyelj egyet. Locsoljunk. Nyelj egyet. Nyelj. Ez igazából ilyen egyes kategória. Á, nem. Ez föl lett építve. Hát rosszul építette fel, aki felépítette szerintem, mert ez sokkal gyengébb, mint a sárga vihar. Ez egy ilyen szellő. Iszol rá egy kis vizet, mit tudom én. Mit tudom én? Jó. Én utána szoktam mindig. Jó. Szeretem megkérdezni a kollégáktól, hogy kinek mi a legszebb PS-es emléke. És remélem, hogy a jövőben ez is egy olyan pillanat lesz, amit az adott esetben szívesen idézel fel. De neked mi a legszebb emléked itt a PS-nél? Jaj, hát nekem nagyon sok van. Nagyon sok vidám pillanat van. Igazából szinte minden nap jó hangulatban telik, amikor mi együtt dolgozunk, az egész csapattal, úgy értem, akik most nem mindenki van itt sajnos. De nekem van egy olyan legszebb emlékem, ami nagyon személyes, és lehet, hogy most többen fogni fogják a fejüket, de amikor én megismertem a férjemet, az itt a PS-nél történt. Amikor én már itt dolgoztam, ő pedig egy állásinterjúra érkezett a PS-hez. Emlékszem a pillanatra is. Mentem ki éppen a recepcióhoz faxolni, nem biztos, hogy a mai generáció tudja már, hogy mi ez. Volt egy ilyen gép, amiben papírt kellett így bedugni, és a másik oldalon, aki várta ezt az üzenetet, az szintén egy papíron kinyomtatva megkapta ezt. Úgyhogy
Úgyhogy akkor kimentem faxolni, és nyílt a recepción a bejárati ajtó, és megjelent az én férjem. És találkozott a tekintetünk. Úgyhogy, mint a filmekben. Szinte, mint a filmekben. És ez a pillanat utólag kiderült, hogy nem csak számomra volt meghatározó, hanem számára is, úgyhogy nekem ez volt a legkedvesebb emlékem. Még jó, hogy ezt most nem hallja, mert... Na, majd meghallgatja. Na, majd meghallgatja. Meg majd a nagyfiad is meghallgatja, aztán lesz itt még a Igen. Úgyhogy ez meg minden olyan esemény, vagy minden olyan időszak, amikor vele közösen együtt dolgozhattam, mert voltak évek, amikor együtt dolgoztunk még a legelején. Amikor még mérszemfejtő voltam, aztán volt egy kis időszak, amikor egy pár éve szintén együtt tudtunk dolgozni, de sajnos ő már nem itt dolgozik, hanem egy másik cégnél. Viszont most rengeteg más szakó. Közös projektetek van. Igen, van egy 4 éves közös projektünk. Ja, hát ez valóban személyes élmény, és hát szintem aranyos, úgyhogy én nekem tetszett. De az utolsó 3-hoz érkeztünk. Igen. Are you ready? Nem, abszolút nem. Jó, hát akkor nézzük meg a dobogós érzetet. Ez finom, édes. A csel. A csel. Ugyan, egyébként ezt alapvetően én szeretem, mert hogy bár elég erős, de hogy olyan kellemes íze van, tehát hogy nem ilyen sárga vihar. Ez? Aha. Figyelj, lehet, hogy egy ilyen betegesebb időszakban kis náthára hevítés céljából nem rossz. Jó, ez finom. Ez édes, és nem annyira durva. Ezt is az egyeshez tudnám hasonlítani, kicsit olyan barbecue-sabb. Aha, igen. Jó, hát ez nem érdemelte ki szerintem a dobogó harmadik helyet, úgyhogy tévedett a zsűri. Ha már itt a projekteknél tartottunk, akkor számodra melyik a legsikeresebb projekted, vagy mi az, amire azt mondod, erre vagy a legbüszkébb? Akár PSS, vagy szakmabeli, vagy magánélet? A legnehezebb kérdés szerintem, mert én egyébként minden munkát élvezek, és bármi, amit csinálunk, az számomra nagyon izgalmas. Nagyon sikereset sem tudnék kiemelni, de amire nagyon büszke vagyok, az a 4 éves kisfiam. Ő az utóbbi évek egyik legsikeresebb projektje az életemben. És nem csak rajtam múlt, ez nyilván azért ő róla szól. Ő az, aki nagyon csodálatos és fantasztikus. Úgyhogy őt tudnám kiemelni. Hát, nem gondoltam egyébként, hogy ilyen... Ezt túlzás, hogy nem gondoltam, de hogy ennyire személyes és családias élményeket fogsz megosztani így. Biztos a légkör is hatással van erre, mert azért eléggé nehéz beleélni magam abba, hogy ez most egy ilyen munka megbeszélés itt a Igen. tűzhelyem mellett. Igen, egy de akkor komfortos legalább. Hát igen. Hát Andi, utolsó 2 kérdés, utolsó 2 szósz. Kíváncsi vagyok, hogy ez a komfortérzet meddig fog tartani. Nem sokáig. Ebből szerintem én keveset kaptam. Vagy nem elég keveset. Ez is utólag érezteti a hatásán. Fia, ezt át kell gondolni, ezt a sorozatot, Ricsi, mert valami sokkal kellemesebben is megvendégelhetnéd a meghívottaidat. Akkor a nézőnek nem lenne olyan élménye, tudod, az emberek szeretik nézni. Te nem lehetne csokit kóstolni, vagy mit tudom, valami... Hát valami finomabbat. Na jó, majd elgondolkozok. Jó, ezt találjuk ki. Na jó. Beszéltünk azért itt, hogy a PS mennyire emberséges, és hogy azért a legfontosabb érték azok az emberek, akik benne dolgoznak. Szerinted ez az emberségesség, vagy emberi oldal, ez hogyan mutatkozik meg a vezetőknél? Hát abszolút azt gondolom, hogy az, amilyenek a vezetők és amilyenek a tulajdonosok, amennyire emberségesek és emberiek, az abszolút meglátszik az egész, a cég teljes egészén. Tehát az attitűd, amivel
ők hozzáállnak a kollégákhoz, és minden egyes kollégához, az szerintem példaértékű. Minden egyes döntést úgy hoznak meg, hogy a lehető legtöbben abból előnyt tudjanak kovácsolni, előnyös legyen mindenki számára lehetőleg. Nagyon kevés alkalommal történik olyan, hogy nem mindenki tartozik bele egy adott döntési körbe, és nem mindenkire vonatkozik. De a legtöbb esetben az a törekvés, hogy egy pozitív változás, vagy egy pozitív döntés az mindenkit érintsen, és mindenki érezze annak a hatásait. És ez igaz a tulajdonosokra, igaz a menedzsmentre, és én azt gondolom, hogy a legtöbb kolléga, aki nálunk dolgozik, rendelkezik ezzel az attitűddel. A legapróbb döntések is, hogy most például egy mai meeting, hogy milyen lokkerek legyenek, majd az iroda átalakítás zajlik nálunk, és akkor milyen lokkerek legyenek, most hogy legyenek ezek az zárható szekrények, mit lehet belezárni, mit nem lehet. Az ilyen apró szabályozásokon is mindenki olyan empatikusan gondolkodik, és olyan érveket sorakoztat fel, ami nem arról szól, hogy az ő érdekei érvényesüljenek, hanem lehetőleg az ő csapatának és az ő beosztottainak az a lehető legelőnyösebben alakuljon. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy abszolút egy unique dolog nálunk. Igen, egyébként az utóbbi éveknek a viszontagsága is megmutatták szerintem ezt az erősségét a cégnek, mert akármilyen kommunikáció volt, mindig az volt a... És ez nem tőlünk jött, ugye? Tehát, hogy ezt kihangsúlyoznám, hogy nem hagyunk senkit ott az útszérén, mindenkinek segítünk, és együtt megyünk ebbe vele, adott esetben, és nem a csapat 90%-ának a kárára hozunk megdöntés, hanem inkább azokat helyezzük előnybe. A túlnyomó többséget. Igen, én szerintem ez az, ami bennünket nagyon különlegessé tesz olyan szempontból, hogy ez nagyon sokak számára nem csak egy munkahely a PS, és nekem vannak nagyon régi barátaim a innen, akikkel még a pályám elején együtt dolgoztunk, mit tudom én, egy pár hete itthon tartottunk kihelyezett payroll alumni partit. Tényleg? Igen, van egy kolléganőnk, aki Angliában él most, ott dolgozik, meg átjött egy másik kolléganőm hozzám, és itthon, nem tudom, ez a múltkori Forginál volt? Igen, FaceTime-on tartottunk, kb. Együtt vacsoráztunk, ők velünk kiszogattak. És... De jó, ezt nem is tudtam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösség, és sokak számára több, mint munkahely. És ez tényleg egy unik dolog. Andi, utolsó kérdéshez érkeztünk. Már nagyon melegem van. Mondanám, hogy megkérdezem tőled, hogy kérsz-e rá még egy pötyit? Persze. Persze? Persze. Hát húljak. Húljon a férges. Húljon, igen. Hát én bele, meg fogyasszuk el, mert aztán tényleg hát lejár a szavatosság. És akkor valami nagy kerti partit kell tartanod. Igen. Ez nem biztos, hogy a legbölcsebb döntésed. Ez majd 20 év múlva lehet, hogy átértéke. Jó, de a kerti partin már nekem nem muszáj ilyet ennem. Jó, igen. Jönnek a vendégek is, majd... Majd velük megetetek. Nagyon jó, nagyon... Megetetek. Megversenyezteted az urakat, nem? Igen. Ki a legkeményebb a vidéken? Na, felékig. Attila! Ez borzasztó. Jaj. Az Isten ostora. Ez tényleg az. Spirito Fatilla. Jaj. Ez. Nagyon rossz. Ez is nagyon legrosszabb. Miért büntetem én ezzel magamat? Még az egész torkom. Fú, de rosszul lettem tőle. Én nem tudom, hogy tudok-e még beszélni. Gyors kérdés, gyors válasz hoztam neked. Jó, Jézusom. Én TikTok trendet tudod, ha már nagyon trendiek akarunk lenni. Igen. Ez vagy az. Jó. És mondtad, hogy milyen unika
PS. Na, én fölhúztam erre a Unique Employer Proposition-ra kérdéseket. Tényleg? Igen. Szóval... Ez iszki, nem? Változatos szakmai kihívások, vagy jó felettes? Jó felettes. Jó felettes, vagy stabil, megbízható munkahely? Jó felettes. Jó felettes, vagy jó csapat? Jó csapat, beleértve a felettest is. Ne, ez kiskapu. Jó csapat, vagy egyértelmű karrierút? Jó csapat. Jó csapat, vagy őszintén önmagad lehetsz? Jó csapat, mert ott őszintén önmagad lehetsz. Jó csapat, vagy kölcsönös bizalom? Jó csapat. Jó csapat, vagy hibrid munkavégzés? Hát jó csapat. Bárhogyan is. Azért gondoltam, hogy ezek... Nem egyszerűek, én próbáltam tegnap egyébként így megválaszolni magamnak, és nem egyszerűek, és az a szép ember, ugye ezeket a kollégák szedték össze. Igen, igen. És az az érdekes benne, hogy bármennyire próbáltuk ezt változatossá tenni, és ezen a workshopon rengeteg, ez mindig az ránk. Igen. Egyébként. De mi a legfontosabb, és mi, neked mi jött ki legtöbbször? Csapat. A csapat. Igen. A csapat, ami a legfontosabb, és ez az, amit mindig olyan nehezen tudunk megfogalmazni, hogy itt olyan jó a csapat, de hát mitől olyan jó a csapat? Hát ezektől, amiket felsoroltál, meg még egy rakás olyan dologtól, igen, amit nem írtunk bele. Amit nem biztos, hogy le tudunk írni. Igen. Ez a téles életérzés, amiből vértek magatokkal. Igen, ez egy életérzés. Hát, Andi, köszönöm szépen, hogy bevállaltad ezt, és ezt a vegán kört is lenyomtuk. Hát köszönöm, hogy bevállaltad a vegán kört. Szerintem a csípőshöz képest az semmi, de túlélted. Nagyon durva, az orromat is csípi, nem értem az egészet. Tehát itt az orromat csípi. Szörnyű. De hogy emlékezz erre. Fogok. És újra átélhest. Még van itt neked egy kis... Vigyél magaddal egy kicsit az életérzésből. Nagy választék most már nincsen. Nekem maradt az utolsó, ugye? A fekete leves. A black. Ez a fekete leves? Nem tudom, hogy az a legerősebb, de szerintem nem egyébként. Black chili sauce. De látod, nem voltak elég bátrak, hogy bevállalják az emberek. De ez finomnak hangzik, meg karamellizált lilahagyma, paradicsom, mabanyíró, balzsamecet, barna cukor, szójaszósz. Ez jó lesz. Igen, jó lesz. Fogyasszátok egészségem. A Zalit azért majd remélem ráveszed egy körre, mert múltkor megkóstolt egyet-kettőt. Igen. De nem volt elájulva. Zoli sokkal nehezebben viselte, mint én, mert ő egy után ilyen állapotba került, mint én most a 10 után. Igen, és ráadásul nem is a legerősebbet kóstolta. Úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra most. Én is vagyok. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok ti is velünk. Hallgassátok meg a korábbi epizódokat, kérdezzetek, akár Anditól vagy tőlünk, és tartsatok velük legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!